A 70 éves kisernő népművelőt köszöntötték barátai, kollégái a szegedi agórában. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karának új hallgatói gólyatáborban ismerkedhettek az intézménnyel. Mozgalmas nyár után, programokkal teli ősz előtt a szegedi agóra. Reke Balázs íróval beszélgettünk. A 70 éves kisernő népművelőt köszöntötték barátai, kollégái a szegedi agórában. A Bálint Sándor Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója évtizedeket töltött el az közművelődésben. Az idők folyamán sokat változó szakma kihívásainak mindig igyekezett megfelelni, de alapvetően mindvégig megmaradt népművelőnek, noha rendkívül sokoldalú személyiség, aki a zenével, a képzőművészettel, az előadó művészettel, az irodalommal egyaránt foglalkozott és foglalkozik. Úgy pattant ez ki, hogy sokan vagyunk, akik sokat köszönhetünk neki, és ez egy olyan csodálatosan és gyorsan szerveződő és olyan spontán örömből kipattanó dolog volt itt Antal Anikó, Orbán Hédi és én köztem, és a kedves csatlakozók Klebnicki György, Szokolai Dongó Balázs, Csicsai Antal, ez egy Salai Gergely, ez egy összeszokott csapat, és bocsánat, ha valakit kihagytam volna. Mi mind versmondók és olyan emberek, akik Ernővel sokat szerepeltünk együtt, terveztük azt meg, vagy gondoltuk ki azt, hogy jó lenne őt fölköszönteni a 70. születésnapja alkalmából, és ebből is indultunk ki, tehát olyan verseket választottunk, és olyan zeneműveket kértünk meg a zenészektől, amelyek közel állnak Ernőhöz, az ő habitusához, az ő lelkéhez, és bízunk benne, hogy jól megválasztottuk ezeket a verseket, természetesen segítséget is kértünk a családtagoktól. A személyességet szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy ez csak neki szól. Azt szeretnénk, hogy neki szóljon, és őróla, ő számára legyen ez üzenet. És mindezzel szeretnénk megköszönni azt, amit a városért tett. Nagyon hálásak vagyunk az agórának és Orbán Hédiéknek, és én úgy tudom, hogy itt körülbelül egy hónap alatt azért nagyon sok embert megmozgattak ők is. Én is küldözgettem a kis leveleimet, és mindenki örömmel válaszolt. Tehát itt a közönség szervezte önmagát, meg a műsort is. Én 1978-ban kerültem Szegedre, közművelődési területre, ifjúsági házba kezdtem, és 82-től a Bartók Béla Művelődési Központ Hálózat Intézményében dolgoztam, Szent Mihályon. Ernőt azóta ismerem. Ha ezt a nem is tudom, 40 évet, 41 néhány évet össze kellene foglalni, akkor azt kellene mondanom, hogy alapvetően jó ember. Szép lelke van, zenész ember, barátságos ember, kitartó ember, néha makacs, de azt gondolom, hogy ez a pályához ez kell, és elsősorban az emberi értékeket messze menően tisztelő, ápoló, létrehozó ember, és nem utolsó sorban természetesen jó kollega. Az én oldalam az az irodalmár rész, a közös műsoraink, amelyeken Klebnicki György zongora művész is szinte szokás szerint mindig részt vett. Most még Dombiné Erzsike is csatlakozik hozzá, aki szintén régi fellépőnk, de a komoly zenei rész az legalább ugyanolyan jelentős. Most itt ez egy összművészeti rendezvény ilyen szempontból. Nagy tisztelettel szeretnénk téged felköszönteni a holnap augusztus 31-én levő 70. születésnapodon. Isten éltessen sokáig, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánom mindannyian, akik itt vagyunk. Én a magam nevében
az elmúlt 50 évben nagyon sokat köszönhetek neked, nagyon sok Én így fogalmaznék, hogy Ernő egy személyben egy örök népművelő. A népművelő szó kiment már a divatból, de az ő esetében szerintem ez egy helytálló kifejezés. Ő maga is úgy gondolom, hogy annak érzi magát. Rendkívül sokoldalú a zene, az irodalom, a képzőművészet, és még sorolhatnám, hogy a kultúra minden területén. És erről tanúbizonyságot is tett több évtized óta már, és mi szeretnénk megköszönni neki ezt. És azt is, hogy még továbbra is folytatja. Ugyan nyugalmazott népművelő, de ő örök népművelő marad. Mert ez az ő örök küldetése. Itt az örök szót hangsúlyozom mindig, de nem véletlenül. És azt a küldetést is, amit egyébként ő megfogalmazva, nem megfogalmazva feladatának érez, érzett is mindig, és a mai napig is, és a jövőben is érezni fog. Mert ez tekinti feladatának. Én ezt az ő szakmai önéletrajzában, amit a kedves, szeretett felesége Ibolya bocsátotta a rendelkezésünkre, többször olvastam most. És úgy elgondolkoztam, hogy ugye ennek biztos van szinonimája, most ez nekem nincs meg, de biztos közművelődési szakember. De ez, hogy népet művelni, ez az összes ráragadt, spontán pejoratív jelentéssel együtt is, hogyha lecsupaszítjuk, akkor egy gyönyörű dolog. A mi szakmánknak a szakmai elnevezése is, az első képzés szakmai elnevezése népművelő volt. Én nem népművelőként kezdtem és kerültem a tanári vagy a közművelődési pályára, hanem mérnökemberként és tanáremberként. Nyilván menet közben el kellett végeznem nekem is a népművelő szakot. Számtalan elnevezés kapott a szakmánk, és próbálta a társadalom mindig újra fogalmazni, hogy mi is ez a szakma. De a legpontosabb mégis az első elnevezés volt. Emberek között élni, mozogni, ott odaállni a rúd mellé a kocsihoz, megmozdítani azt a kocsit, húzni azt a kocsit, irányítani azt a kocsit mindnyájunk örömére. És közben egy kicsit mindig többre, jobbra, szebbre sarkalni az embereket. Szerintem a népművelői szakmát, hogyha egy mondatban meg kell fogalmazni, akkor úgy lehetne talán mondani, hogy megtanítani az embereket szépen, szeliden élni. És ahogy az elmúlt évtizedekben változtak a társadalmi berendezkedések, igazán a hatalom ezzel a szelídséggel nem tudott mit kezdeni. Próbálta mindig újra fogalmazni, de jobbat nem tudott kitalálni. Úgyhogy maradjunk a népművelő elnevezésnél. Ernőnek a köszöntése az, hogy ő 70 éves kisernő népművelő, városunk kitüntetett népművelője, az egy dolog, de az arra is alkalmat ad, és azt gondolom, hogy legalább olyan fontos, és ha majd megtudja, akkor ő is ezzel nagyon egyet fog érteni, hogy az ember némileg hátralépjen és ránézzen arra, hogy hol van az életünkben a kultúra szerepe, hogy milyen fontos ez, hogy ennek megtartó ereje van, hogy ennek összetartó ereje van, hogy itt vagyunk mindannyian önzetlenül ebben a csodálatos agórában, és mindenki hozza, amit tud, és maga a népművelés égisze és a közművelődés szerepe, az most itt fennen ragyog, bocsánat, hogy ilyen pátoszos vagyok, de nagyon komolyan gondolom. Thank you.
kezdetét vette a gólyatáborok sora a Szegedi Tudományegyetemen. Köztük sor került a Juhász Gyula pedagógus képzőkar rendezvényére is, ahol rengeteg izgalmas programmal várták a leendő egyetemistákat. A frissen felvételt nyert diákok a többnapos rendezvény keretében csapatépítő programokon, valamint egy szakmai napon vehettek részt. Ez utóbbi betekintést nyerhettek az elkövetkezendő évek programjaiba, megismerkedhettek a jövőbe rájuk váró tanulmányi rendszerekkel, az intézmény történetével, azzal, hogy mely épületekben fognak részt venni szeptembertől a tanórákon, valamint jobban megismerhették választó szakjukat, oktatóikat, illetve a karvezetőségét is. Maga a gólyatábor az mindenképpen egy nagyon szép régi hagyomány arra, hogy azok a hallgatók, akik ide eljönnek, azon túl, hogy egy jót szórakoznak, meg már meg tudnak ismerkedni a leendő csoporttársaikkal, folyamtársaikkal, akikkel végig is itt a következő 2-3-4 évet eltöltik, de ezen túl nagyon jó és hasznos ismereteket szerezhetnek magáról, az intézményről, a karról, a képzésükről. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy helyzeti előnybe kerül az a hallgató, aki eljön a gólyatáborba és részt vesz ezen a 3 napos rendezvényen. A JGP dékánja ugyancsak ügyes hallgató volt, aki jó szívvel emlékezik vissza a karon eltöltött évekre. Most, mint intézményvezető, egészen más szemmel tudja szemlélni a gólyatábort. Aminek mindig nagyon örülök, és idén is örültem, hogy sokan vannak, tehát hogy sok hallgató jön el. Ez nyilván azért is van, mert sok hallgatót sikerült fölvennünk, és közülük nyilván már itt a gólyatáborban is látjuk a részvők létszámán, hogy milyen sok hallgató lesz majd itt szeptembertől. Tehát ennek mindenképpen örülünk egyből. Illetve hát én azt látom, hogy a szervezés az már évek óta nagyon jó, a Kari Hallgató Önkormányzaton nagyon precízen, alaposan jól megtervez, megszervez mindent. Nincsenek problémák, amik szoktak lenni azért a médiában, itt ott lehet hallani más gólyatáborok kapcsán. Előfordulnak nálunk, szerencsére mindig minden rendben, olajozottan zajlik, és a hallgatók is jól érzik magukat. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és hát azt látom rajtuk, hogy nyitott, érdeklődő, vidám fiatalok jönnek ide, és hát remélem, hogy ők jól leképezik azt a 1200 hallgatót, aki majd itt szeptemberben új hallgatóként be fog lépni a karra. Az idén felvett hallgatók száma is bizonyítja, hogy a JGPK töretlen sikerű, évek óta népszerű intézmény. A szeptemberben tanulmányaikat megkezdő hallgatók pedig sok új élménnyel és frissen kötött barátsága kezdhetik meg a tanévet a karon. Mozgalmas nyár után, programokkal teli ősz előtt áll a Szegedi Agóra, amely a nyári táborok után már az őszre és az év végére készül, részben programokkal, részben a közösségei mindennapi munkáját segítve, koordinálva. Ám mielőtt a jövő feladatait valósítanák meg, Orbán Hédi, az intézmény igazgatója előbb a közelmúltat értékeli. Az idei nyári tábori szezon egy picit másmilyen volt, mint az előző. Az Agórában kétféle tábor megy párhuzamosan. Az egyik az önkormányzati napközis tábor, amit önkormányzati célfeladatként lát el az Agóra, illetve az jogelődje már 2003 óta. Ebben a napközis táborban hetente 220-230 gyereket táboroztatunk 6 héten keresztül. Itt a gyerekek csak a heti 10 órai ebéd uzsonna árát, tehát az étkezési térítési díjat fizetik, ez 6100 forint egy hétre. Ez iránt, a tábor iránt természetesen óriási volt a kereslet. Iskolákba kell jelentkezni, a jelentkezés folyamata elkezdődik már áprilisban, sorban állnak a jelentkezők júniusig a megüresedő helyekre. Nagyon sokat dolgozunk ezzel a táborral, a tábor megvalósításával is. Július 1-től augusztus 9-ig tartott a tábor, 1334 gyereket táboroztattunk ebben a táborban. Amikor mi ezt megkaptuk 2003-ban célfeladatként, akkor én nagyon határozottan eldöntöttem, hogy ez egy jó tábor lesz, és ebben a táborban nem fogunk egy pöttyös labdával a ligetben, nem fogjuk a egy pöttyös labdával a ligetben játszatni a gyerekeket heteken keresztül. És ennek alapján igyekszünk is nagyon jól összeállítani a tábor programját.
Úgy gondolom, hogy tehát tudtuk, hogy ebbe a táborba rengetegen fognak jelentkezni. Az a cél, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Az a cél, hogy azon gyerekek számára, akiknek ez a táborozás 1-2-3 hete jelenti a nyaralást, nekik is jó érzés legyen. Minden héten szerdán kirándulni mentek, természetesen kisebb kirándulásokra a gyerekek, de voltak csoportok, akik vonattal budapesti állatkertbe is eljutottak. Minden pénteken strandoltak a partfürdőn, színházi előadáson voltak, kísérletbemutatót láttak, városismereti vetélkedő volt, csoportprogramok voltak, és az utolsó hét az olimpia jegyében telt el. Csapatok közötti vetélkedővel és jó kis jutalommal. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tábor. 30-nál több állandó pedagógus dolgozik benne, akik maguktól jelentkeznek erre a táborra. Köszönjük a munkájukat. Az Agora szaktáborai az életünknek a másik vonala. 23 nyarán 1060 diákot táboroztattunk az Agorában, az Agora szaktáboraiban. 24 nyarán 850 diákot táboroztattunk. Éreztük már a június elején éreztük azt, hogy nem úgy indul a létszám, és nem olyan iramba telik meg a létszám, ahogyan ehhez előző években hozzá voltunk szokva. A legolcsóbb táborunk 30 ezer forint volt, a legdrágább 46 ezer forint, de éreztük azt, hogy egy-egy szülő, egy-egy család nem engedheti meg magának azt, hogy 3-4-5-6 hétre táboroztassa a gyerekeket egy-egy szaktáborban. Mindent megtettünk ezekért a táborokért is. Ennek a tábornak volt egy Hívd meg egy táborba akciója, amiben kitaláltuk azt, hogy támogatókat keresünk, akár magánszemélyeket, akár cégeket. Ezúton is köszönjük a cégek, magánszemélyek támogatását. Körülbelül 20 gyerek táborozásának fedezete érkezett be. Volt olyan cég, aki 10 gyerektábori részvételi díját utalta be, és mi ebből a Nagycsaládosok Egyesületével együttműködve, illetve iskolákkal együttműködve hátrányos helyzetű gyerekeket hívtunk meg egy-egy hét táborba. Azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk a nyári táboron, az Agora minden munkatársa nagyon sokat dolgozott ezen. Az intézményvezető a tanulságokat is levonta az idei táborozási évadból. Az idén 80-nál több tábort hirdettünk, 64 táborunk valósult meg. Nyilván jövőre kevesebbet kell hirdetnünk, a 80-nál kevesebbet, és nyilván még sokat kell dolgozni azon, hogy a részvételi díjak megfizethetőek maradjanak. Az Agora szaktáborai az intézmény közösségeinek utánpótlását is képesek biztosítani. A nyári életünk és a szeptemberben kezdődő életünk, ez két tevékenységi kör, ami nagyon szorosan összefügg egymással. Tehát azok a gyerekek, akik nyáron bábtáborban voltak, vagy kötélugró táborban voltak, vagy színjátszó táborban voltak, vagy még sorolhatnám, Amakic foglalkozáson vettek részt, azok a gyerekeket szeptembertől ugyanezekbe a közösségeinkbe tudjuk hívni. Ilyen értelemben egyértelmű, hogy a két tevékenységi körünk egymásra épül. De olyan értelemben is izgalmas a dolog, hogy az Agorában októberben van a pályaválasztási nap, amikor egy csomó középiskola kitelepül. Számtalan olyan vendéglátóipari szakközépiskolába járó gyerekkel találkoztam már, aki elém állt és mondta, hogy megtetszik ismerni. Ide jártam kuktatáborba, cukrásztáborba, és most a Krúdiba járok, és mindjárt végzek, és ez lesz a szakmám. De a pályaválasztásnál is nagyon sok mindenkinél tapasztaljuk azt, hogy a táborban szerzett élmények meghatározóak. Az ilyen sok résztvevővel bíró rengeteg tábort természetesen nem lenne képes az Agora kizárólag az állandó munkatársaira és az évről évre visszatérő táboroztató pedagógusokra támaszkodva lebonyolítani. Nagyon-nagyon sok középiskolás tölti nálunk a közösségi szolgálatát, és nagyon sok diákmunkás dolgozik az Agorában. Ennek a lépcsőfokai is megvannak, tehát aki a diáknak először a közösségi szolgálatát kell letöltenie, lássuk, hogy dolgozik, akar-e, szereti-e, beilleszkedik-e a tábori rendbe, és utána a jó közösségi szolgálatosok közül visszatérhetnek a következő évbe diákmunkásként.
Mind a két csoportért nagyon sokan jelentkeznek. Mi nagyon komolyan felkészítjük a középiskolás diákokat, akik nagyon komoly segítőtársai az igazi felnőtt pedagógusoknak, mind a napközis táborban, mind a szaktáborokban. Tehát ők nagyon komoly munkát végeznek, ott vannak a rajztáborban, a legótáborban, a médiatáborban, és ez az ő pályaválasztásukat is meghatározza. Én szoktam mondani, tehát mindenben felkészítjük a diákokat, én szoktam nekik mondani, hogy miután egy héten az agórában 10-12-13 tábor indul, és a napközis tábor, és mindennek mi vagyunk a háttere, én szoktam minden diáknak mondani, hogy nekik egyedül kell dolgozniuk a felnőttel közösen, én szaladok a medence szélén, ha kell, akkor ugrok és kihúzom, de alapvetően nekik kell egyedül helytállniuk. És ez működik is. A diákoknál tapasztaljuk nagyon sok esetben, hogy utána visszajönnek és elmondják, hogy ők tanárképzőre jelentkeztek, visszajönnek és elmondják azt, hogy ők eddig ezt a pályát gondolták, de most rájöttek, hogy tudnak gyerekekkel bánni, és inkább ilyen szakmát szeretnének választani. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos része a munkánknak, és úgy gondolom, hogy a diákok, tehát a gyerekeken túl valamilyen szinten neveljük a középiskolásokat, és neveljük a gyerekek szüleit is. Közösségi szolgálaton 50-60 fő közötti diák volt nálunk, diákmunkásként pedig az Agórában és az összes művelődési házban 62-63 diák dolgozott egész nyáron. Ez is komoly szám szerintem, és bizakodom benne, hogy mindannyian úgy mentek el, hogy ők szerették azt, amit csináltak, és tanultak ebből, és mindazokat, akik jól végezték a munkájukat, természetesen visszahívjuk és visszavárjuk jövőre is. A nyár azonban véget ért, következik az ősz, amely új kihívásokkal és feladatokkal köszönt az Agórára. Mi kétszer kezdünk új életet. Az egyik új életkezdésünk az szeptember 1-én van, mert szeptemberhez a tanévhez kapcsolódik, a másik meg januárban. A tanév során rengeteg közösséget hirdetünk, mindenféle közösségeinkbe várjuk a legkisebbektől a szenior korosztályig mindenkit. Én azt tapasztalom, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többen tartozzanak valamilyen közösséghez. A közösségeink az elmúlt időszakban a Covid idején megfogyatkoztak. A Covid előtt az Agora központban 50-nél több közösség volt. A Covid után ez 37-38-ra csökkent. Nagyon komoly munkával visszatornáztuk a közösségek számát, új közösségeket generáltuk. Ezeken még a energiaválság sem fogott ki szerencsére, mert nagyon figyeltünk rá. És azt gondolom, azt tapasztalom, hogy nagyon fontos az embereknek, hogy heti rendszerességgel járhassanak valami olyan helyre, ahol ők valami jó dolgot csinálnak, valami jó dolog történik, valami a saját hobbiukat, a saját életörömüket kiélhetik az adott helyszínen. Az Agórában a legkisebbektől, tehát a Cseppecskék néptánc csoporttól, amiben 5-6 éves gyerekeket várunk, és ez egy újonnan induló közösségünk, kifejezetten utánpótlás jelleggel, az évtizedek óta talpon tartott Munkáspocsok bábcsoportig, amiben várunk fiatal jelentkezőket, egyetemistákat, érdeklődő felnőtteket azért, hogy egy felnőtt bábcsoportot hozhassunk létre, egészen a zenekarainkig, például az Universitas Szimfonikus Zenekarig, ami mögött most már egy egyesület létezik, és az egyesület elnöke egy olyan professzor úr, aki 1986-ban Szegeden kezdte meg egyetemi tanulmányait, és azóta brácsázik ebben a zenekarban, és ebben a zenekarban várnak egyetemistákat, hangszeren játszani tudó felnőtteket, kottát olvasni tudó felnőtteket, és ez a zenekar heti rendszerességgel próbál, és koncerteket adnak, és gyakorlatilag örömzenélnek. Tehát elsőként a közösségeink kezdik meg a munkájukat,
50-nél több közösségbe várjuk az érdeklődőket szeptembertől, de ugyanez vonatkozik a művöldési házakra is. Tehát szeptember 2-án, ahogy a tanév elkezdődik, mindenhol minden közösség megkezdi a munkáját, és bátran ajánlom mindenkinek, hogy nem csak a gyerekeknek, nem csak általános iskolásoknak, hanem felnőtteknek, szenioroknak is számtalan közösséget hirdetünk. Van örömtáncunk, van jogánk, van Deák Big Bandünk, van Bartók Béla női karunk, van Szegi Endre pedagógus női karunk, van olyan tánccsoportunk, amiben fiatalokat várunk. Talpon van a szegedi Deák Big Band, viszik tovább Kiszi Miklós kollégái, tanítványai a Big Band hagyományait. Az Agora honlapján, de nyomtatva itt az Agorában, programfizet formájában is, vagy hírlevélre feliratkozva, mindenki készhez kapja ezeket az anyagokat. Szeretettel várunk mindenkit, köteleződjen el egy közösségben, ahol barátokra talál, és reményeink szerint jól fogja magát érezni. Ezt követően természetesen jön egy csomó rendezvény. Térzenét fog adni 13-án péntek este a Hódmezővásárhelyi Katonazenekar, akinek 27-én koncertje lesz. Lesz Máté Péter estünk, szeptember 7-én lemezbőze várja az érdeklődőket, de már mindenki kérdezi, október 17-18-19-én lesz a pályaválasztási kiállítás, ami érinti a középiskolákat, érinti az általános iskolákat. Én azt gondolom, hogy az Agora honlapját, kiadványait, havi programjait böngészve szerintem minden korosztály talál magának megfelelő kínálatot. Szeretettel várom mindenkit, mind az Agorában, mind a művelődési házakban. Szeged megyei jogú város önkormányzata 2021-ben úgy döntött, a város művelődési házait újra egy hálózatban egyesíti, amely hálózatot az Agora alárendeli. Immár 3 éve működik a szegedi közművelődés ebben a nem előzmények nélküli rendszerben. Ez egy ciklikus folyamat a közművelődésben, tehát ha visszanézzünk az elmúlt 40-50 évre, és megvizsgáljuk nem csak Szegeden, hanem más nagyvárosokban, az országban, hogy először mindenki egy hálózathoz tartozott, utána megkezdődött az intézmények önállósodása, utána újra mindenki egy hálózathoz tartozott. Tehát ez a hullámvölgyek, ez a stop-go rendszer tulajdonképpen, ez mindenhol, ez visszamenőleg megfigyelhető. Mi itthon azt mondtuk 21 őszén, akkor, amikor megtapasztaltuk Szegedváros önkormányzatának a döntését, mi azt mondtuk a művöldési házvezetőkkel együtt, hogy mi döntsük el, ennek működnie kell. Mert fölöslegesnek éreztük azt, hogy arra pazaroljuk az energiánkat, hogy mitől nem működik, arra törekszünk, hogy kohézióban működve erősítsük egymást. Bízom benne, hogy azért az elmúlt 2 évnek már vannak látható jelei. Bízom benne, hogy megtapasztalható az, hogy a település részeken, ha működött mondjuk egy jó program az Agorában, vagy egy bármelyik más művelődési házban, ami adaptálható volt a másik házba, akkor azt a kollega átvette, bemutattuk azt a programot, segítettünk először megvalósítani, és ezáltal szerintem mindannyiunknak a szakmai tartalma bővült. Másrészt nyilván bizonyos dolgokat könnyebben intézünk el, hiszen tehát mi eddig is dolgoztunk együtt egymással, eddig is nagyon kollegális kapcsolatban voltunk, eddig is kölcsönkértük egymástól a sátrat, a színpadot, a hangosítást, a bármit, de most tudatosabban figyelünk arra, hogy ami a rendszerben van, azzal hamarabb és könnyebben segítsük egymást. Ez néha vonatkozik arra, hogy humán erővel segítjük ki egymást, néha vonatkozik arra, hogy egy itt bevált jó programot oda el tudunk vinni. Természetesen a programokat egymás között úgymond lecsekkoljuk, tehát ha valaki találkozott már azzal a programmal, akkor vezetői körön belül meg tudjuk beszélni, és ez segít a másik egységnek abba, hogy ne válasszon bele esetleg egy kevésbé kedvelt előadóba, vagy egy nem annyira sikeres kiállításba. Én úgy gondolom, hogy
Nyilván több erőt kell kifejteni arra, hogy együtt dolgozzunk, de hogy az együttműködések működjenek, de ugyanakkor ez a szakmai tartalmakban megvalósul. Mozgalmas nyár után, programokkal teli ősz előtt áll a Szegedi Agora, és bizonyosak lehetünk abban, hogy programjaival, közösségeivel Szeged polgárait szolgálja. Magas színvonalon, elhivatottan, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a heti közélet nézőit, és sok szeretettel köszöntöm Reke Balást, akivel irodalomról fogunk beszélgetni, meg hát az irodalom határvidékeiről is, és egyáltalán arról, hogy hogyan kerül, vagy hogyan köteleződik el az irodalom mellett egy másik művészeti ág mellé elköteleződő fiatalember, hiszen eredetileg ugye a filmekkel foglalkoztál, és a filmeket tanultad, filmesztétaként végeztél, aztán mégis az irodalomhoz keveredtél. Írtál verset, de most az utóbbi időben már azért inkább a próza az, ami a te tereped. Itt látható is három legutóbbi könyved, ugye egy interjúregény, egy tulajdonképpen nagyregény és egy novellás kötet, mert az is érdekes, hogy szemben a leginkább megszokott gyakorlattal, hogy a fiatal prózaíró először novellás kötettel jelentkezik. Nálad előbb volt a két regény, egy interjúregény és egy regény, csak utána következett a novellás kötet. Hogy alakult ez a pályád? Mikor kezdtél írni? Miért fordult a figyelmed az irodalom felé? Hát írással kísérletezgettem mondjuk úgy így az egyetem alatt. Aztán ez inkább a kevesebb sikerrel szakasz volt, amikor tanulgattam, hogy kéne, meg gondolkoztam dolgokon, hogy mit lehet, hogy lehet, de valahogy nem találtam meg azt az utat, meg azt a hangot, amit meg akartam volna találni, és aztán próbálgattam a műfajokat, ez az amaz, és egyszer csak kiukadtam oda, hogy volt lehetőség például ezt az első Megtalált szavak című könyvet megírni, és akkor ez volt egy első ilyen fontos pont. Ugye ez adott volt, hogy ebből nem rövid történetek lesznek, bár szerintem a tartalma egy kicsit haj az ilyen tárcás, sztorizós jellegre, viszont egy egységes könyv lett belőle. Ugye ezt a Szegedvárosi Rock Club menedzselte igazából ezt a projektet, és itt egy 56-os testvérpárral készített, hát életinterjúból. Tulajdonképpen igen, tehát elvileg arról beszéltünk volna a nagy kikötés szerint, hogy mi történt 1956-ban Szegeden egy testvérpár életében. Aztán igazából egy sokkal nagyobb volumenű dolog lett belőle, mert az, hogy mi volt 56-ban, az egy dolog, de szerintem ami az ő előtte meg utána való életük, az valószínűleg sokkal érdekesebb. Az az igazi 50-es évekbeli munkás környezet, nagyon nehéz sorsok. Tehát olyan életek, amiket ugye kevésbé ismerünk. És ezt nagyon jó volt felkutatni, meg jó volt beszélni velük erről, és úgy éreztem, hogy szerették volna átadni a történetüket, és akkor így lett belőle egy ilyen vegyes halmaz állapotú kötet, amiben van ugye interjú, aztán vannak olyan részek, amik a kicsit régebbi időszaknak a leíró történéseivel foglalkoznak, illetve ezek valahogy úgy éreztem, hogy reflektálnak a mai korunkra olyan szempontból, hogy én, aki megírom, mit gondolok erről az egészről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mi van, hogyha ez mindet helyet kap benne, és így is történt aztán, és összeállt egy egészé. De tulajdonképpen ez egy dokumentumkötet, de egy sajátos dokumentumkötet. Mert minden, amit sztoriként, történetként leírsz, az egyébként valóban megesett. Vagy legalábbis az oral history szemszögéből valós. Így van. Hát igazából mondhatjuk, hogy minden valós, mert az egyik rész az a könyvnek az valós időben történik, a másik része visszaemlékezés. Nyilván ugye azt tudjuk, hogy ami visszaemlékezés, az ugyanúgy át van szűrve valakinek a tudatán, de azt is
gondolhatjuk nyugodtan, hogy amit én mondok a jelenbe, hogy az meg azon van átszűrve, hogy éppen mondjuk ezelőtt 10 évvel mit gondoltam a világról, meg önmagamról, Szegedről, az irodalomról, bármiről, és szerintem ez a könyv ez egy ilyen lenyomatot ad erről. Biztos egy olyan szempontból nagyon hasznos induló kötetezés ez a munka, amit elvállaltál, hogy ez egy pályázati projekt keretében jött létre. Ez mindenképpen hasznos volt, hiszen egy nagyon erős, nagyon markáns, nagyon határozott nyersanyagot kaptál az interjúk által, és az interjúkhoz kapcsolódó különböző történetek által, és ebből gyúrtál te igazából szép irodalmat, és valahogy így működik az író is egyébként. Nyilván a fantázia rendkívül fontos szerepet játszik, de azért mindig valamiben gyökerezik az a történet, ami kikerekedik. És hát ez látszik a te többi munkádon is, hogy mindig van valami reális alapja, ami kiindul a pontja, még a nagyregénynek is, amely egyébként egy gulyás westernnek szívesen hívom, hogy a makaróni westernekhez hasonlóan, vagy easternnek is lehetne persze nevezni, hiszen a monarchia idején játszódik egy kitalált kisvárosban, de nagyon-nagyon sok western elemet és filmes elemet használsz, és a realisztikus vonal mellett azért egy ilyen rendkívül erős fantáziával, kicsit szürrealitásba hajló kifejlete is van ennek a könyvnek, de mégis valahol ez azért egy realista regény, vagy egy olyan regény, amit el tudok képzelni, hát igen, lehet, így is történhetett volna, és a kulisszák azok nagyon is valóságosak. Ilyen szempontból ez biztos, hogy az interjú regény közben megszerzett képességek, tudás, módszerek, azokat biztos be tudtad építeni, gondolom én? Igen, ez úgy indult ez az egész, hogy volt egy gondolatom egy történettel kapcsolatban, és akkor azt addig-addig görgettem magamban, de tényleg csak egy néhány órán keresztül, amíg így összeállt a fejembe. Aztán ugye elkezdtem töprengeni azon, hogy most mit csináljak ezzel, és akkor lett belőle ez a regény. Ami számomra nagyon fontos vagy érdekes volt az egészből, hogy nem csak a filmes, de alapvetően az alapvető érdeklődésem miatt is nagyon szeretem a westerneket. És nagy rajongója vagyok ezeknek a makaróni westerneknek, azok nagyon jók. És akkor mindegyik fajtából, amiket szeretek, így gondoltam, hogy tisztelekhetek előttük azzal, hogy bekerülnek egy könyvbe, egy olyan környezetbe, ahol ezek nem voltak adottak. Ugye erre mondhatjuk azt, hogy igen, mert nagyjából realista vonalon mozog ez a könyv, de mégis azok az elemek, amik folyamatosan átszövik, azok egy kicsit elviszik a szürrealitásba. Tehát, mint ahogy megvan a spagetti westernnek is az a szürrealitása, hogy úgy mesélnek el egy történetet, nem is játszódnak egyrészt Amerikában játszódnak, de nem forognak Amerikában, mert legtöbbször ugye olaszba, spanyolba, hasonló helyeken készülnek. Nem sokszor vannak benne amerikai szereplők, sokszor nem is angolul vannak, a legtöbbje nem angolul van, és nagyon rugalmasan kezelik a történelemnek a tényeit. Egyébként a fizika szabályait is sokszor nagyon rugalmasan kezelik, ugye gondolok itt erre az egy lövés, egy hulla folyamatos módszerére, amit alkalmaznak. Mégis a számomra a filmtörténetnek ez egy nagyon meghatározó korszaka volt, ami valahogy beékelődött az európai új hullámok, meg a posztmodern közé, így becsusszant egy spagetti western. És egyébként az érezhető is volt, hogy lecsapódott a hatása nem csak Európában, hanem Amerikában is. És visszatérve arra, hogy miért választottam ezt a témát, az, hogy engem mindig nagyon izgatott az, hogy fogjunk egy műfajt, elemeljük a gyökereitől, és megpróbáljuk egy
számára életidegen környezetbe belerakni. És ez olyan szempontból szerintem sikeresnek mondható, hogy Magyarországot nem jellemezte annyira a Western korszak. Tegyük hozzá egyébként Amerikát se úgy, mint ahogy a filmekben látjuk, de az mégiscsak autentikusabb volt. Viszont így volt egy jó terepem arra, hogy próbálgassam azt, hogy mi fér bele, meg mi nem a történetbe. És nagyjából, amit akartam vele, azt elmondtam. Mármint, amit a Westernről gondoltam, és ezt az egyik részét lehet tisztelgésként olvasni, a másik részét meg akár egy ilyen nagyon halvány paródiaként is, mert hát vannak elemek, amiket már annyira túlzásba lehet vinni, hogy elvesztik a hitelességüket, és aztán átfordulnak ugye egy másik műfajba. De ez mind nagyon fontos volt számomra. És az, hogy ebbe a környezetbe játszódik, azt inkább ahhoz igazítottam, hogy a műfaj sajátosság, amit követel meg. Mert tudunk westernekről, amik később játszódnak, meg olyanról is, ami korábban, de én azt akartam, hogy ez tényleg abba a korszakba játszódjon, amiben elvileg bele lehet szuszakolni a western. Tehát ez az 1800-as évek végétől odáig tart a könyvnek a főcselekménye, amíg az első filmek elindulnak a mozi forgalmazásba. Ugyanakkor viszont, ahogyan a makaróni westerneket, vagy a spagetti westerneket, de az eredeti amerikai westerneket is lehet úgy tekinteni, mint egyfajta mítoszteremtő alkotásokat, tehát egy fiatal ország, ez az Egyesült Államok, pláne akkor, amikor ezeknek a reneszánszát éltük ezeknek a westerneknek, de hát még a mai napig is egy fiatal ország, amely keresi a saját identitását, és az identitásának egy részét azt a westernben találta meg. Ez a kötet is egyfajta mítoszteremtés, mert mindaz, amit a westernből átemelsz ebbe a monarchia környezetbe, az működik. Az ember elhiszi, hogy tudott így működni. Például azért, mert a monarchia is egy rendkívül prosperáló államforma volt, nagyon sok lehetőséget nyújtott, és azok, akik ügyesek voltak az üzleti életben, és hát minden egyéb módon, azok tudtak érvényesülni. Hasonlóképpen, ha nem is oly mértékben természetesen, mint amiről ugye az Egyesült Államokban tudunk, hogy ott a lehetőségek és a szabadság földje. A monarchia is valahol azért ami szűkebbre szabott és korlátoltabb világunkban egy kicsit a lehetőségek földje, vagy lehetőségek időszakaként jelenik meg, vagy akként él az emlékezetünkben, és ezt is én úgy érzem, hogy ráerősítesz erre a sztereotípiára, vagy erre az elképzelésre is. Igen, mindenképpen én is úgy gondoltam, hogy abban a korszakban, amit ugye most boldog békeidőknek nevezünk, de ugye tudjuk, hogy nem voltak teljesen azok, amit most ennek nevezünk, abban rengeteg lehetőség adódott azoknak, akik ügyesen tudták forgatni a pénzüket, vagy volt egy gondolatuk arról, hogy mit szeretnének az életükben elérni. És ugye itt ebben a könyvben egy közösség megteremtéséről van szó, egy nagy város, egy ipartelep megteremtéséről van szó, vasútról van szó. Tehát arról álmodozik az egyik főszereplő, mondjuk úgy, hogy létrehozza az amerikai álmot. És ez nem véletlen, hogy ezt akarja létrehozni, mert ő frissen érkezett haza Amerikából, és azt látta, hogy ez a recept ott működik. És ezt nyugodtan olvashatjuk akár egy ilyen kitekintésként a mai korunkra, mert általában mindent importálunk, ami ilyen hasonló dolog. Úgyhogy az, hogy ők ott ezt megpróbálják létrehozni, az valószínű, hogy egy korszakos sajátosság náluk, és maguknak a szereplőknek az életében is vannak ilyen érdekes pontok benne, hogy most van az a pillanat. Tehát mindenkinek az életében egy csomószor van olyan, hogy na most van az a pillanat, amikor ezt meg lehet csinálni, vagy amikor ezt meg kell csinálni. És sok olyan dolog történik ebbe a könyvben, ami nagyjából ezt leképezi.
Lehet, ugyanakkor azért van benne gyilkosság, sorozatgyilkosság, rendkívül szövevényes történetről van szó, szerelem, amiről kiderül, hogy nem is igazán úgy szerelem, hanem másképpen szerelem, tehát ez egy kalandregényként simán olvasható, mint ahogy a Western filmek is kalandfilmként nézhetőek, és bár messze nem olyan erősen gyökerezik a valóságban, mint az interjúregény, de azért ott vannak a realista alapok. A novellás kötetben, ami a legfrissebb köteted, nemrégiben jelent meg a panel programban, itt már a cím is utal arra, hogy ez egy realista igényű történet csokor, ugye itt klasszikus novellák gyűjteményéről beszélhetünk, és nagyon erős a szociológiai érzékenységed is ebben. Tehát megint csak a címből is lehet erre következtetni, hiszen ugye a panelvilág és a panelprogram, ami a panelvilágnak egyfajta megújulása, átemelése az új társadalmi közegbe, az új gazdasági körülmények közé, a változás, mi változhat, mi kell, hogy maradjon. Nagyon szerencsés címválasztásnak érzem pontosan ezért ezt a címet, mert ebben a kötetben tényleg nagyon sok ilyen történet van, ami különböző határhelyzeteket néha naturalisztikusan, de mindenképpen realisztikusan vizsgál bizonyos eseményeket, aminek mindig van társadalmi relevanciája. Ez a társadalmi érdeklődés vagy érzékenység, ez nyilván az interjúregényben is van egy csomó ilyen társadalmi, sőt, hát a túl közel sem mentes ettől, de egy ilyen közösségi szemléletű, vagy közéleti érdeklődésű embernek gondolod magad? Inkább úgy mondanám, hogy olyan embernek gondolom magam, aki meglát dolgokat. És pont egyébként a novella szerintem a legalkalmasabb műfaj arra, hogy ahogy járok, kelek a világba, és körülnézek, és ezek a dolgok, amiket meglátok, ugye ezek ilyen nagyon apró impressziók, vagy abból indulnak ki egyáltalán, és a rövid prózai műfaj az szerintem klasszikusan erre való. Sétálok valahol, meglátok valamit, egy dolgot, ami érdekes lehet, vagy teszem azt, meghallok, néha elég csak egy-egy szó, vagy meglátok egy mozdulatot, ami sokat leírhat, vagy sok van mögötte. És a legeslegfontosabb alapelvem szerintem az, hogy ezek mind egyszerű dolgok. Hát a novellás kötetben nem nagyon történik semmi olyan, ami a való életben ne történhetne meg. Igazából van egy-két speciális novella benne, de a legtöbb olyan, ami bárkivel megtörténhet, mert ugye Kelet-Európában lakunk, mindenki él panelben nagyjából, vagy ismer olyat, aki lakott panelba, vagy rokona lakik ott, vagy nem is tudom, vagy járt már lakótelepen, tehát nem hiszem, hogy találunk olyat, akinek ne lenne kötődése hozzá, de aki mindenre azt mondja, hogy ő még soha, annak ugye rengeteg olyan novella van benne, ami ilyen kistérségi környezetben játszódik. És egyébként oszlat is sztereotípiákat, mind pozitív, mind negatív. Nyilván a panelhozzá több a negatív sztereotípia, mint a pozitív, de azért pozitív sztereotípiák is kötődnek hozzá ma is. Tehát azért vannak olyan emberek, akik kifejezetten panelpártiak, mert hogy mennyire kényelmes és mennyire praktikus élettér. Azért itt nagyon szépen kiegyensúlyozod itt a dolgokat, és itt nehogy azt gondolja a kedves néző, aki remélhetőleg olvasója is lesz a könyvnek, hogy itt csupa panel sztorit olvashat. Nem. Sokféle történet van ebben, de tényleg mind ilyen kis mikrotörténések, kis emberek szemszögéből, az átlag emberek kis nyűgjeit, nyavajáit, gondjait, örömeit írod meg. Nagyjából azokat az apróságokat, amik az életnek a mozgatórugói, olyan dolgok, amik elindítanak valakit a cselekvés útján, vagy éppen olyan dolgok, amik passzivizálnak valakit. Ezek sokszor váltakoznak ezekben a történetekben. Nem mondom, hogy mindegyik nagyon vidám lenne, de
De hát mondjuk... De az élet sem de az élet nem, nem mindig vidám, akár egy nagyon apró döntésnek lehet nagyon komoly következménye, vagy egy hatalmas fajsúlyú dolgot elképzelünk, és akkor minden vágyunkat belepumpáljuk, az egész jövőnket rátesszük, aztán lehet, hogy a végén úgy pukkan ki, mint egy lufi. Ez is benne van. Például most eszembe jut hirtelen az egyik kedvenc történetem a könyvből, az a boxolónak az esete, aki ugye az egész életét a sportra tette fel. És megtörténik vele az, ami szükségszerűen minden egyes emberre megtörténik, nem csak azokkal, akik nem sportolók, vagy sportolók, mindenkivel meg fog történni, az, hogy eléri a karrierjének a csúcspontját, és onnan már nincsen tovább. Jelen esetben ugye egy olyan csúcspontról beszélünk, ami nem csak végpont, de szinte kötelezően le is zárja a nagyjából sikertelen karrierjét. És ezzel ugye szembesülni kell. Egy sportolónak meg főként, mert előbb-utóbb abba kell hagyni. Meg kell állni. És az egy nagyon nehéz pillanat, és tényleg az, hogy tehát a lemondásoknak a csúcspontja az, amikor még az embernek az élete valószínű, hogy akár 30-40 évig tart tovább, és azt kell ott hagynia, amire rátette az egészet. És egy-egy ilyen fajsúlyos pillanatra van néhány novella kivetítve, a többiek meg tényleg ezek ilyen mikrotörténések. El kell menni ide-oda-amoda. Mondjuk egy ember lejön a panelból bevásárolni. Tényleg teljesen hétköznapiak, bármi történhet velünk, akárhova megyünk a világba, és történik is egyébként, mert minden egyes másodperccel haladunk előre valamilyen irányban, mikor nem is tudjuk, hogy mi az a kijelölt irány. Igen, és hát ugye nem csak a nagy történések vannak, és nem csak a különleges történések vannak, a történések nagy része nem nagy, nem különleges, de mégis létezik, és ebből áll az életünk. Így van, hát az talán az eszenciája a panel programnak, mint könyvnek, hogy ugye azt tudjuk, hogy kezdettől végig tart a játékunk, és ha bejelöljük ezen a nagy szakaszon azokat a határokat, amikről úgy gondoljuk, hogy na ez az életemnek az egyik mérföldköve. Igen ám, de ezen a szakaszon az A meg B közötti részt ki kell töltenünk valamivel, és az életünknek a legeslegnagyobb része az valójában az a töltelék, ami két nagy esemény közé ékelődik. És amit megélünk nap mint nap, szerintem arról is kell szólni a könyveknek. Azért igyekeztem nagyjából úgy megírni, hogyha valaki kézbe veszi, akkor ne csak azt érzékelje belőle, hogy itt most valami hatalmas dolog fog történni, hanem azt, hogy legyen egy pár perce, és akkor elmélyül egy kicsit, be tud lassulni ahhoz, hogy a cselekménybe lévő dolgokat, azokat a nyugis mondatokat, amik itt közben lepörögnek, azokat végigrágja, átgondolja, és akkor a végén, még ha nincs is egy pozitív befejezés, nincsen csattanó a végén, egyszerűen csak megy tovább, mert akármi történik velünk az életbe, egy eseménysor lezárul, és akkor megyünk tovább a következőbe. Nincsen úgymond megállás, nincsenek nagy csattanók. És hát ugye ez a kötet is egy csattanó volt az életedben azért, ezt mondhatjuk, és lezárult egy eseménysor, és most egy másik eseménysoron dolgozol, egy NKA aktői ösztöndi révén, egy szubkultúrát dolgozol fel. Igen, igen, most hát nagyon benne vagyok a történetben. Én véleményem szerint egy olyan szubkultúrán dolgozok, ami nem nagyon volt eddig irodalmilag megörökítve. Egy ilyen bulizós, egy technós szubkultúráról van szó, és egy hatalmas változásról, ami a 2000-es évek elején szerintem bekövetkezik, de valószínű, hogy ebben sokan egyetértenek velem. Átalakul az embereknek az ezredforduló után szerintem nem csak az ember, de az etikai és mindenféle értékrendje.
és ez nagyba lecsapódik ennek a szubkultúrának a hétköznapi világán, meg az átlag embereknek a hétköznapi világán, és ez a könyv, amin most dolgozok, ez is nagy részben ebbe a panel millióben fog játszódni, csak sokkal részletesebben, és úgy próbálom az egészet összegyúrni egy nagy masszává, hogy mondjon valamit arról, hogy a főszereplő hogyan szerzi meg a vágyát arra, hogy akarjon valamit. Mert szerintem vannak olyan nemzedékek, vannak olyan emberek, akiknek igenis meg kell küzdeni azért, hogy akarjon valamit az életben. Hát azt hiszem, hogy ez a fogyasztói társadalomnak egy nagy problémája, igen, hogy minden ott van, terű-terű asztalkám, konzerveket bontunk föl, és azt gondoljuk, hogy ezeket a konzerveket, ezeket személyre szabottan gyártottak nekünk, de hogy mit akarunk mi magunktól, azt nagyon nehéz kitalálni, és ez a, amit említettél a 2000-es években, ez a nagy változás, nyilván nem tudom, erre gondolsz-e, de hogy ebben a valóság megkettőződése, a közösségi média megjelenése is benne van, ugye, ami egészen más módon való létezést hozott magával a személyközi kapcsolatokban, de akár a bulikban is. Hát ugye a 2000-es évek elején szerintem elkezdenek bomlani azok a falak, amiket nagyon gondosan fel, vagy hát ilyen képzeletben, de nagyon gondosan felhúzott a társadalom bizonyos dolgok köré. Nincsen már az, hogy az ember, tehát miután elkezdett az emberek nagy része a virtuális térben élni, meg gondolkodni, meg azon keresztül kommunikálni, meg kapcsolatot teremteni, azzal ezek a falak, amiket mindenki a saját kis élete köré épített, azok elkezdenek először ilyen lyukacsossá válni, aztán egyszer csak ilyen szitaszerűek lesznek és eltűnnek. És ezzel együtt borulnak azok az értékrendek, azok az ideák, amikért előtte nagyon sokáig dolgozott az emberiség. Úgy érted, hogy a privát szféra is felszívódik. A privát szféra is kezd. Hát nem teljesen szívódik fel, inkább úgy mondanám, hogy ilyen így belehígul ebbe az egészbe. Tehát az, hogy a közösségi média, amilyen ma, az arra ad lehetőséget, hogy mindenkinek ilyen átszázott privát szférája legyen. Mert ugye 1000 millió képet megosztunk magunkról, a családunkról, az otthonunkról, a macskáról, a teknősről, akármiről, és közben mégis foggal körömmel védjük azt a nagyon keveset, ami megmaradt. És ez egy nagyon érdekes ilyen kettős állapotot hozott létre szerintem az emberek tudatába. Részben erről is szól a könyv. Mert amennyire meghozta a kibertérbe a nyitottságot, az emberek színterében meg egy ilyen zárkózottság kezdődött el, legalábbis én úgy érzékelem. És ami az egész tétje ennek az egésznek, hogy ez a világ, ami így egyszer csak ránk zuhan, mert nem is tudok rá egy olyan szót, ez nem beszivárok, hanem ez ránk zuhan. Hogy hogyan tudunk kimászni a súly alól. Ki tudunk-e még egyáltalán jönni onnan, vagy eleve arra vagyunk ítélve, hogy ilyen egy újfajta létélményben osztozzunk itt már lassan sok milliárdan a Földön, illetve ami még talán nagy tétje lesz ennek a könyvnek, az, hogy valamire, ha valaki nagyon vágyik valamire, akkor mit kezdjen ezzel a vágyával? Mert szerintem ezt is el kell döntenie magába előbb-utóbb mindenkinek, mert mindenki vágyik valamire. És sokszor nem is kristálytiszta az, hogy mire vágyunk igazából, csak valami kis villanykörte kigyullad az agyunkba, és akkor megyünk azután. Van egy nagy kedvenc filmem, a Truman Show, és abban elmondja az egész világnak a megalkotója, annak a kis, hát annak a forgató stúdiónak, vagy akárminek a megálmodója, hogy az ember elfogadja az elétárt világ valóságát. Ezen alapszik az egész életműve. És most szerintem eltelt
lassan 30 év, hogy elkészült az a film, és napról napra egyre jobban belekerülünk abba a világba, amit akkor még ilyen vízióként kezdtek megépíteni, nyilván azért, mert Amerikában sokkal hamarabb lezajlottak ezek az események, vagy hát kezdtek lezajlani, és most el kell döntenünk, hogy tényleg mit kezdünk az elénk tárt világnak a valóságával. Melyik világot akarjuk látni? Mert van ez a fizikai, amiben járunk elünk minden nap, de egyszerre építünk magunknak egy másikat is. Egy olyan térbe, ami akár egy áramszünettel, akár egy természeti katasztrófával, vagy egyszerűen csak egy bolygóállás miatt egy másodperc alatt, vagy egy másodperc töredéke alatt eltűnik. És akkor eltűnik vele a pénz, eltűnnek a kommunikációs csatornák, minden eltűnik. Az emlékeink eltűnnek. Úgyhogy rendkívül kurrens lesz ez a téma is, és rendkívül izgalmas lesz ez a kötet. Ennyiből azt gondolom, hogy mindenki beláthatja, hogy érdemes lesz forgatni Reke Balázs új kötetét, ami hamarosan, remélhetőleg jövőre talán kézbe is vehetjük majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!